Az előző videón megbeszéltük a bizonyításnak az ötletét, most nézzük a megvalósítást. Ezzel fogjuk kezdeni, ezzel az állítással. Ez könnyebb is, mint a másik. Jó. Első lépés, definiáljuk az elvégtelen halmazt, az azon X pontok az AB nyílt intervallumból, amelyekben a jobb oldali felső díjni derivált az végtelen. Hogy a két végpontot nyugodtan elhagyhatjuk, az nullmértékűek, és azt is feltehetjük nyugodtan, hogy hát ez nem az üres halmaz. Tehát üres halmaznak ugye nulla a mértéke. Azt tudjuk, az nullmértékű. Ez természetesen azt jelenti, hogy a E-beta halmaz, amiben azok az x-ek vannak benne, ahol az a jobb oldali felső díjni derivált az bétánál nagyobb, akkor természetesen ez sem lehet üres. Nem lehet üres, hiszen bármely béta esetén az E végtelen az részhalmaza, hiszen ugye az E végtelen az részhalmaza az E bétának bármely bétára, bármely béta esetén. Jó. Tehát ez azt jelenti, hogy van x pont az E bétában, tehát az x helyen a függvénynek a jobb oldali felső díjni deriváltja az nagyobb, mint béta. Na ez mit is jelent? Ez azt jelenti, azaz, ugye, mi a definíció, limes delta tartom 0 pluszhoz, supremum, ugye differenciát vesszük fx plusz h minusz fx per h differenciálnyados, és úgy, amikor a h az ugye pozitív, de deltánál kisebb, tehát ez itt a d plusznak a definíciója, és ez nagyobb, mint beta. Oké, határérték nagyobb, mint béta, akkor nyilvánvalóan, de a nullához közel, akkor biztos, hogy ez a supremum is nagyobb lesz, mint béta. A supremum nagyobb, mint béta, akkor biztos, hogy kell lennie olyan értéknek, ami szintén nagyobb, mint béta. Tehát ez azt jelenti, hogy van olyan hely, ami persze függ az x-től, de hát a rövidség kedvéért csak h-val jelölöm, ahol ez a differencia hányados, ez nagyobb lesz, mint béta. Jó? Azaz, hát ebből azt kapjuk, hogy így a H pozitív, tehát ugye ezért jó, hogy monoton növekvő függvényt veszünk, meg jobb oldali határértékről van szó, meg legalább így definiáltuk, hogy ha átszorzunk, akkor az egyenlőtlenség iránya az nem fog megváltozni, tehát ez nagyobb, mint H-szor A, bétászor H-t írok, inkább bétászor H, azaz az fx plusz H minusz fx minusz bétászor H az nagyobb, mint nulla. Tehát tudjuk, hogy valami lefedőrendszert kellene megadni, és ugye persze ott a intervallumok hosszára vonatkozóan kell valami becslés, és hát itt fog bejönni az 1.4-es videó, azért vettük, mert itt van rá szükségünk, videó 1.4, valaki néz, nem emlékszik, akkor nyugodtan megnézheti, ugye egy g-függvényről szólt, a g-függvény az most legyen esetünkben nem más, mint az fx minusz bétászor x függvény, az f-hoz folytonos a AB-n, a b-szer x, vagy hát ez egy lineáris függvény, természetesen az is folytonos, tehát hogyha így definem a gx-et, akkor ez természetesen ab-n folytonos lesz. Folytonos, tehát igazából azért kell nekem ez a folytonosság, hogy könnyebb legyen a bizonyítás. Jó, folytonos, és hát ebben az x pontban, ami biztos, hogy ugye az e-bétában benne van, és pont erre az x-hez tartozó h esetén ugye azt kapjuk, hogy a g, és itt van ez a h,
tehát erre a két értékre vonatkozna, az, hogy a gx plusz h minusz gx az egyenlő, ide beírva, ugye a definíció a g-nek, az fx plusz h minusz beta szor x plusz h, ebből kivonjuk az fx minusz beta szor x-et, azaz azt fogjuk kapni, hogy az itt az fx plusz h, itt a beta szor x kiesített minusz beta szor h, és itt van egy minusz fx, azaz, hogy ezt az értéket kapjuk, azaz ez itt nagyobb lesz, mint nulla. Tehát a g-függvény folytonos, és van olyan hely, hogy az követően a függvény nagyobb függvényértéket fog fölvenni, mint ugye ezen a helyen. Azaz, az ott definiált függvényünk, 1.4-ben definiált függvény halmaz, ami nem volt más, mint azon x eleme a, b-nek a halmaza, amelyekhez ugye létezett h nagyobb, mint nulla, úgyhogy a gx plusz h az nagyobb, mint gx halmaz, akkor ez természetesen nem lesz üres, ugye ez az x alulvonás. Megkeverjük ezt az x-et. Ez biztos, hogy eleme lesz, és ott megmutattuk, hogy ez a halmaz nem üres, akkor ez bizony, tehát hogyha ez itt nem üres, ez nem üres, akkor az e az előáll, mint páronként diszjunkt nyílt intervallumoknak az uniójaként, jó? AK, BK. Na hát itt vannak ezek az intervallumok, amiket kerestünk, hiszen azt mutattuk meg, hogy ugye tetszőleges e bétabeli elem esetén, hogyha x-et veszem, az x benne van ebben az e halmazban, tehát ez azt jelenti, hogy az e béta az nem lehet nagyobb, tehát benne van az e halmazban. Ez persze azt jelenti, hogy akkor az e végtelen is benne van ebben a halmazban, azaz az e halmaz, e végtelen, mert nekünk az kell, az e végtelen az lefedhető ezzel a diszjunkt unió MK-PK halmazrendszerrel. Jó, tehát ez abból jött ki, hogy ez a halmaz nem üres, hogy ilyen lefedőrendszer van, tehát megvan a lefedőrendszer. Most már csak ennek a lefedőrendszernek a hosszára vonatkozóan kell valamit mondanunk, de a tételnek nem csak ez volt az állítás, hogy ez a nyílt halmaz lesz ez az E halmaz, hanem az is, hogy a végpontokban az teljesül, hogy tehát ezen intervallumok végpontjai van, hogy a GAK az kisebb vagy egyenlő, mint a GBK. Tehát ez mit is jelent, hogyha most itt beírjuk, ugye? Ez azt jelenti, hogy az FAK minusz bétászor AK az kisebb vagy egyenlő, mint az FBK minusz beta szor bk. Ezt rendezve, akkor a beta-t, hogyha kiemelem, hogy az intervallumot, hát a b hosszát akarom, tehát a bk minusz ak értéket akarom megbecsülni, tehát akkor ezért így ide erre az oldalra rendezem át, ez kisebb egyenlő, mint az fbk minusz, ugye fak. Hát az nem egy olyan nagy feltevés, hogy ugye most át tudjunk osztani, hogy az egyenlőtlenség iránya ne változzon, hogy a béta legyen már nagyobb, mint nulla. Ugye? És akkor természetesen ez nem jelent nagy megszorítás itt ennél az állításnál. Itt viszont nagyon lényeges ez a tulajdonság, hiszen nem akarjuk, hogy az egyenlőtlenség iránya megváltozzon, hát nullával még pláne nem szeretnénk osztani, úgyhogy azt kapjuk, hogy a BK minusz AK az biztos, hogy akkor felülről becsülhető, így mint ezen, ugye FBK minusz FAK különbségnek a 1 per beta szorosa. Tehát azt kaptuk, hogy ugye a lefedő, összlefedő rendszerre vonatkozóan a szumma BK,
minus k-ra vonatkozóan, hogy ez kisebb vagy egyenlő. A beta kiemelhető, hát most az 1 per beta kiemelhető, és az marad vissza, hogy szumma fbk minusz fak. Jó. És itt használjuk ki azt, hogy a függvényünk az monoton növekvő, tehát itt ugye ezeken az részintervallumokon vett növekmény összege az nem lehet más, nem lehet több, mint ugye az egész AB intervallumon vett növekedése a függvénynek, az az FB minusz FA. Tehát ez biztos, hogy kisebb vagy egyenlő, mint 1 per beta-szor, és akkor itt a FB minusz FA értéke meg tudjuk felülről becsülni. Tehát elvégtelennek megadtunk egy lefedő rendszerét, ugye? És azt is megmutattuk, hogy ezen lefedő rendszernek az összhossza az kisebb vagy egyenlő, mint bármely béta nagyobb, mint nulla esetén. Azaz, ez tetszőlegesen kicsi lesz, hogyha a béta elég nagy, tehát hogyha a béta azt tart a végtelenbe, akkor ez tetszőlegesen kicsi érték lesz, hogy ez, hát nem is az az, az egész tart a nullához. Azaz, az elvégtelen halmaz tetszőlegesen kicsi összhosszaságú, ugye intervallumokkal, összhosszaságú intervallum rendszerrel lefedhető. Hát ez azt jelenti, hogy a halmaz az null mértékű. És hát ezt kellett belátni ebben az első lépésben.